Az első világháború után a 20-as, 30-as években valamennyi európai országban létrehoztak légoltalmi szervezeteket, mondta a megyei katasztrófavédelmi igazgató. Varga Béla kiemelte, a cél a háborús légitámadások elleni védelem kiépítése volt, ezért többek között úgynevezett védett vezetési pontokat hoztak létre. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében Kemecse külterületén Hasztanyán építettek ilyen mély létesítményt. A természeti katasztrófák csökkentésének világnapja volt szerdán, és ennek apropóján jöttünk el a mai napon ide. Itt van egy védett vezetési pont, amely a rendszerváltozás előtt polgári védelmi és védelmi igazgatási feladatokat látott el. Most már funkcióját elveszítve ez az objektum, mindemellett, hogy nagyon sok energiát fektetünk arra, hogy az állagát megóvjuk és a környezetét rendbe tartsuk. Most polgári védelmi múzeummá alakítottuk át, és a nagy közönség részére is láthatóvá válnak majd azok a polgári védelmi, azok a védelmi igazgatási dolgok, eszközök, amelyeket az elmúlt 30-40-50 évben használtunk. A védett védelmi pontokra háború, légi vagy akár atomtámadás esetén a megyei vezetőket menekítették volna, hogy innen irányítsák a térséget. Két nagy felszínű létesítmény van, amely védte a magának a mély létesítménynek, ami a mély létesítmény tulajdonképpen az a védett vezetési pont, az háború esetén teljesen elzárkózást tudott biztosítani azoknak a vezetőknek, és három napig legalább el tudta látni őket, úgyhogy nem jöttek a felszínre. Tehát ameddig a sugárveszély el nem múlt, addig tulajdonképpen ők onnan irányították az egész megyei védelmi bizottságot. Mert több védelmi bizottság volt, csak ez volt a központja, ez folyamatos kapcsolatot tartott a budapesti központtal, és onnan kapta az instrukciókat a védelem kialakítására. A Kemecse melletti objektumot az 1960-as évek végén építették, atombiztos, légzsilippel ellátott mély létesítmény. Korábban fegyveresekkel is őrizték a föld alatti védelmi pontot, ahol többek között tanácsterem, rádiószoba, katonai rejtjelező, pihenőszoba emeletes ágyakkal és több sugárszintmérő eszköz is található. A most már polgári védelmi múzeumként működő helyet bárki megtekintheti.